Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Hát elérkezett megint ez a pillanat, amikor igazi jó kis karácsonyi Dixi gála következik, és jó hangulatba tölthetjük ezt a mai estét. Annyit el kell mondanom, hogy picit szokatlan, rendhagyó a dolog, mert eddig általában mindig két zenekart hívtunk, de ez a mai este azért sem így történt, mert éppen 10 éve annak, hogy Frankie elköltözött Budapestre, Szegedről. Persze a Storyville-el továbbra csináljuk töretlenül a zenégetést, koncerteket, lemezt, CD-t, vagy ahogy ma is látják, és önök is részesei lesznek. Itt majd koncertvideó készül, ami remélem, hogy március környékén DVD formájában meg is fog jelenni. És a mai este azt szeretném volna bemutatni önöknek, hogy ha már Frankie elköltözött innét Szegedről, akkor Pesten is nyilván belecsöppent egy olyan zenei közegbe, ami az ő lelki világához, szívéhez közel áll, és ezt szerettem volna, hogyha itt mi szegediek megismerjük, mert ezt nekem is most kell megismerni. Tehát következik a ma este első zenekara, Frankology, Frankie Látóval. Jó estét kívánok, én is mondanék egy pár szót. Tehát ez egy régi formáció, talán 2001-2002-ben alakult Django Reinhardt és Stefan Grappelli által közismert dalokat játszottunk akkoriban olyan stílusban, mint ahogy ők, és ugye az évek alatt változott ez a repertoár, változtunk mi is, másképpen próbáljuk felfogni ezeket a régi kalandokat a Django Reinhardt féle gitáros francia swinges zene iránt, úgyhogy egy kicsit átgondoltuk ezeket a dalokat, és a régi zenésztársaimat hívtam hozzá együtt muzsikálni. Először is Mogyoró Kornél perkázó. És szeretném a színpadra szólítani Birta Miklós gitár. Lázár Gyula nagybőgő.
Tehát az a legelső dal, ez erről egy pár szót még, hogy igazából ez Őserdő az a címe. Ez egy ilyen saját kompozíció, egyfajta utazás egy kicsit ebben az őserdőben. Érdekes volt ezzel a kismadárral együtt játszani, úgyhogy próbáltuk ezt kihasználni, ezt a lehetőséget. Ez volt az első dal, a második dalunk pedig Django Reinhardt közismert nótája, a Nuage, ami igazából a kedves barátom Birta Miklósnak a átirata, Nuage, Dorage, tehát viharfelhők. Thank you.
Hát ez volt egy felhő nüás című dal. A következő pedig a Minor Swing, ami a másik nagyon közismert híres nótájuk Django-éknak, amit szintén áthangszerelt Vita Miklós barátom, és a Minor Three, mint három, tehát egy négynegyedes lüktetős nótát mi háromnegyedben áttettünk, és ettől egy érdekes lüktetést kapott. Ez az én saját, én bevállalom, ez az én ötletem volt tényleg. Úgyhogy fogadják szeretettel.